Úgy indult a meccs, hogy a csupa U20-as korú játékossal felálló belga élcsapata a Hema Basket példás küzdőképessége, taktikai fegyelme is kevés lehet a KSC Szekszárd ellen, amit a második negyedben kialakult 13 pontos különbség is jelzett. Szünet után azonban változott a játékképe. A szekszárdi csapat azzal, hogy sok labdát a szurkolóikat is ezzel negatívan meglepve eladott, és a rá nem jellemző módon kapkodóan játszott, elrontva az ígyszereket, középtávoli dobásokat. Óhatatlanul felhozta mindez a belgákat, akik a gyorsindítások után, illetve a távoli pontos dobásaikkal, mint egy varázsütésre ledolgozták hátrányukat a negyedik negyedben. 54-51-et mutatott ekkor az eredményező. Kimaradtak az ígyszerek, még az amerikai McCallnál is, és sokszor előfordult, hogy a lepattanókat is, a kizárásokat egyébként jól csináló Basket Hema játékosai szerezték meg. A hajrában végig remekül, sokszor ellenállhatatlanul kosarazó Ivana Dojkic vezérletével a szekszárdi csapat visszajött a meccsbe, zártabb védekezéssel, zicserig játszott helyzetek kialakításával a maga javára tudta fordítani a meccset az utolsó 5 percben. A fizikálisan nagyszerű Hema ellen, és 59-55-öt mutatott az eredményező a végén. Én szerintem kihoztunk minden, amit lehet kihozni, és igazán nem volt játékos, aki Ivana Dojkic kivéve, és valami pillanatokban Ruzsicskova Mari, akiben lehet érezni ez, hogy hagyunk neki labdát, és ő fog dobni gól, hanem kicsit mindenki volt bizonytalan. Több tényező is szerepet játszott a hullámzó szekszárdi teljesítményben. Az egyik talán a legfontosabb, hogy 3 nappal ezelőtti miskolci meccs fáradalma bizony ott volt a kezekben, lábakban, fejekben. A belga csapat érezték, hogy kezdtünk fáradt lenni, és volt egy időszak meccsen, mikor volt rohanás ide-oda, és ők kezdtek profitálni ebből. Én nem akartam kérni időkérés, mert pont volt utolsó perc harmadik negyedben, mert gondoltam, jön pihenés, de talán ott én hibáztam, mert kellett rögtön megállítani ez. És utána szépen visszajöttek 10 alatt, és tudtak, hogy hívják, hogy kezdtünk bizonytalanok lenni. Ebben a bizonytalanságban, a kritikus pillanatokban is biztos pont volt a KSC Szekszárd végig extrát nyújtó bedobója, irányítója, Ivana Dojkic, aki 28 pontja mellett leszedett 7 lepattanót, és kiosztott ugyanannyi gólpasszt is. Csepet sem mellesleg megjegyzendő, eddig szinte minden meccsen a KSC egyik legjobbja volt a horvát játékos. Abban, hogy nekem igen jól ment, úgy érzem, komolyan gondolom, hogy a csapat segített. A legjobbkor, a legjobb ütemben játszottak meg, kellőképpen kiszolgáltak. Jó paszban, jó formában vagyok, élvezem a játékot, várom az újabb meccset, a következő feladatot. Megemlítettük neki, hogy a csapat ezen a meccsen a szokásosnál többet hibázott a passzjátékban, ami legközelebb a bajnokikon, de még inkább az Európa kupában erősebb csapatok ellen különösen megbosszulhatja magát. Ne feledjék, még a szezon elején vagyunk, és a csapatépítés is zajlik még. Meggyőződésem, ennél, amit eddig mutattunk, még legalább 30%-kal jobbak leszünk idővel. Válaszolta a 22 éves horvát irányító, aki ezen a poszton fontos játékosává vált a bajnokságban, a Magyar Kupában és az Európa Kupában az idén is komoly célokat kitűző KSC Szekszárdnak.